Istennek, mennek és fordnak szent teremtőjének, oltalmazóknak, kegyes éltetőnknek, gond is erőnknek. Áldott erékel, menj béri nagy Isten, hogy szent ígéret fogtad bíjeménkben, és hogy ezáltal bész ismeretedben él kegyelmedben. Köszöntelek benneteket az apostol szavával: kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten igéjét olvasom, kedves testvéreim, Ézsaiás próféta könyvének, a 40. részének, a 25. versétől a 31. verséig. Így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze, mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott levőket. Ki vezeti seregüket szám szerint, mindannyiukat név szerint szólítja. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt. Nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod? Hát nem hallottad? Örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kedves testvéreim, a felolvasott igében kicseng Isten bátorító szava. Isten vigasztalja és bátorítja népét. Emlékezteti őket, hogy kicsoda is ő. Emlékezteti végtelen hatalmára, erejére, mely nem fogy el. Arra az erőre, amely a láthatatlanból előhozta a láthatót, a semmiből megalkotta a világunkat. Miért vigasztalja? Miért bátorítja a népet? Azért, mert Izrael nehéz helyzetben van. A fogság küszöbén állnak. Amit eddig birtokoltak, most semmivé lesz. Amiért eddig küzdöttek, most másé lesz. Maguk mögött kell hagyniuk az eddigi életüket, és szembe kell nézzenek a bizonytalansággal, a reménytelenséggel, ami bizony nagyon ijesztő. Isten azonban látja népe helyzetét, látja a nehézségeket, melyek rájuk várnak, látja a gondokat, a terheket, melyekkel nap mint nap szembe kell nézniük. És ebbe a reménytelen helyzetbe szól bele az Úr, mint egy felpesdíti a nép szívét, hogy ne csüggedjenek el. És az a csodálatos, hogy Isten nem csak Izrael helyzetét látja, hanem látja a miénket is. A tiédet, aki a tévé előtt nézed most ezt az Isten tiszteletet, látja, hogy felborult az életed. Nagyon jól tudja, hogy miben vagyunk, sőt, nagyon jól tudja, hogy miben vagy. Nehéz időszak ez a mostani a mi életünknek. A megszokott életünk teljesen felborult. Ami eddig biztos volt, az most bizonytalan lett. Nap mint nap a bizonytalansággal nézünk szembe. És ha az ember élete felborul, ha a biztost a bizonytalanság váltja fel, akkor az erőtlenség veszi kezdetét.
akkor sajnos elfogy az erő. S valljuk be, hogy elfáradtunk. Itt a tavasz, kinézünk az ablakon, csodálatos színekben pompázik a természet, a fák újonnan, újult erővel rügyeznek, minden tele van erővel, csak mi haldoklunk. Csak a mi erőnk fogyott el, pedig mindent megtettünk, hogy ezt a nehéz időszakot leküzdjük, túléljük, de elfáradtunk. Nincs erőnk. S pont erről az erőtlenségről beszél az ige. Az mondja, hogy elfogy az erő. Elfogy az erő az ifjaknak, és elfogy az erejük a legjobbaknak is. Mikor iskola volt, akkor nagyon sokszor hallottam a diákjaimtól, hogy alig várom, hogy vége legyen a sulinak, hogy ne is lássam az iskolát. Jó messzire elkerülöm. Most ugyanezek a diákjaim online órák azt mondják, hogy alig várom, hogy ismét suli legyen. Alig várom, hogy ismét bemenjek az iskolába, és találkozzak az osztálytársaimmal, még azokkal is, akiket amúgy nem kedvelek, de még most már ők is hiányoznak. Mert elfáradtam. Belefáradtam ebbe az egészbe. Nem bírom a tanulást. Elegem van abból, hogy maradj otthon. Nem találkozhatok senkivel, nem érintkezhetek senkivel, nem mehetek sehová. És nem csak az iskolások vannak így, hanem így vannak a kisebbek is, az óvodások is. Ők is elfáradtak. Elfáradtak abba, hogy a szüleik dolgoznak, idegesek, a nagy tesó tanul, nincs akivel játszanak. Hiányzik a játszópajtás, hiányoznak a gyerekek, még talán az a gyerek is hiányzik, aki a múltkor elvette a játékomat, vagy éppen ledobott a csúszdát, még ő is hiányzik. És hogyha őszinték akarunk lenni, akkor mi felnőttek is valahogy így érezzük magunkat, hogy elfáradtunk. Az ige második rész nagyon érdekes dologról beszél, mert azt mondja, hogy nem csak a fiatalok, nem csak a gyermekek fáradnak el, hanem elfáradnak a legkiválóbbak is. A legkiválóbbak is. Az a héber szó, ami itt szerepel, az konkrétan arra az emberre vonatkozik, aki tele van életenergiával, aki úgy menni akar előre, és nem fárad el, és hozza magával a többieket is. Erről a szeméről beszél az ige. Nekem erről a legkiválóbbról most az édesanyák jutottak eszembe, és engedjétek meg, hogy őket most a sorból kiemeljem. Ezzel nem szeretném a férfiakat, édesapákat háttérbe szorítani, hiszen az ő munkájuk is kiemelkedően fontos. Azért emelném ki az édesanyákat, mert ma anyák napja van. És anyának lenni a legnehezebb és a legcsodálatosabb feladat egy nő életében. Minden nő érzi, hogy gyermeke egy csoda, egy ajándék. Ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy mindent megadjon neki, amire szüksége van. Ebben a nehéz helyzetben is próbálunk helytállni, örömöt vinni a hétköznapokban, megláttatni gyermekünkkel a rengeteg házi feladat mögött a jót, próbáljuk őket biztatni, próbáljuk őket ösztönözni szorgalomra, azonban észrevesszük, hogy mi próbálkozunk és igyekszünk, de olyan, mintha nem lenne semmi eredménye. És ott vagyunk, hogy elfogyott az erőnk. Mindent megtettem, de azt érzem, hogy nincs eredménye. Mindent megpróbáltam, de úgy érzem, hogy elbuktam. És ilyenkor jönnek az önvádak, hogy igazából nem is vagyok jó anya. Igazából meg se érdemlem, hogy egyáltalán anya legyek. Meg se érdemlem azt, hogy gyerekeim legyenek. És milyen csodálatos az ige, milyen csodálatos az Isten, hogy ebbe a mély helyzetbe szól bele. Ebből a mély helyzetből akar kiemelni bennünket, ebből az erőtlenségből akar magához emelni. Nem csak gyermekeket, nem csak iskolásokat, édesanyákat és édesapákat is egyaránt. Azt mondja az ige, hogy erőt ad a megfáradtaknak, erejüket megújítja. És most bizonyára nagyon jól esik hallani a szívünknek, Istennek ezt az ígéretét. De ilyenkor megszólal bennünk egy hang, hogy
Hát milyen szép, bár igaz lenne. Mégse tudom a magamévá tenni, pedig milyen jó lenne. Ennek az ígéretnek van egy feltétele. És ezt az ígéretet csak akkor fogod tudni megélni és megérezni az életedbe, ha ennek a feltételnek eleget teszel. Ez a feltétel így hangzik, hogy aki bízik az Úrban, aki bízik az Úrban, aki hisz az Úrban, aki nem más emberekhez szaladgál, nem másban keresi a segítséget, hanem aki az Úrhoz megy, annak az erejét ő megújítja, azt erővel tölti meg. Ragadjuk meg Isten ígéretét, bátran menjünk elé, és meglátjuk, hogy segít a mi erőtlenségünkön. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyi édesatyánk, hálatelt szívvel állunk most előtted. Köszönjük neked a te ígédet, mely erővel, bátorsággal tölti el szívünket. Köszönjük, hogy te ebben a nehéz helyzetben is velünk vagy. Gondot viselsz rólunk. Istenünk, kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor elcsügged a lelkünk. Elfogy az erőnk, és úgy érezzük, nincs tovább. Köszönjük, hogy te nem lemondasz rólunk, hanem kiemelsz minket igéd által, szent lelkeden keresztül. Köszönjük neked az édesanyákat, az édesapákat, a gyermekeket. Köszönjük, hogy gondviselő jó atyánk vagy. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm tévénézőinket, anyák napja alkalmából, és szeretném elmondani, hogy amikor én megtértem és újjászülettem, akkor kicsit érdekes volt számomra, hogy a gyülekezetünkbe és a baptista egyházban megtartjuk az anyák napját, mert nem láttam a Bibliában azt, hogy külön ünnep lenne. De amikor teltek múltak az évek, akkor rá kellett jönnöm, hogy az Isten adja az anyákat, és az a szeretet, az a feltétel nélküli szeretet, ami az anyákban van, az Istennek a szeretetére mutat, és az Isten szeretetének egyfajta előképe. Tudunk olyan anyákról, akik eldobják a gyereküket, ezek ilyen kirívó példák, de azt kell elmondanom, hogy a Biblia azt mondja, hogy ha elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről, ha el is feledkezik, én nem fogok elfeledkezni rólatok, mondja az Ézsaiás könyvében az Isten. Úgyhogy én úgy hiszem, hogy az a feltétel nélküli szeretet, az ott van az anyákban. Olvastam egy olyan történetet, amikor egy nagyon gonosz ember, aki több gyilkosságot követett el, és Amerikában halálra ítélték, akkor egész Amerika fel volt háborodva, és még ki nem végezték, azt gondolta mindenki, hogy hát mivel ilyen nagy bűnt követett el, biztos nem fogja látogatni senki se. De ezzel szemben egy idős néni rendszeresen elment és meglátogatta.
elment egy riporter a börtön bejáratához, és találkozott ezzel az idős asszonnyal, és megkérdezte tőle, hogy miért látogatja ezt a gonosz embert. Erre azt mondta ez az idős néni, hogy akármit is tett az én fiam, én nem felejtem el. Úgyhogy hogy ez a fajta szeretet, ami az anyákban van, én meggyőződésem, hogy az Isten generálja, és az Istentől kapott szeretet. A mai történetünk a Bibliából egy olyan történet, ami arról beszél, hogy Jézus Krisztus nem felejti el a tanítványait, és Jézus Krisztus nem felejti el az ő népét. És ahogyan az anyák nem felejtik el a gyermeküket, Jézus nem felejti el az ő népét, az övéit. Szeretném felolvasni a Bibliából János evangéliuma 21. fejezet első versétől Isten igéjét. Így hangzik. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tiberiás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívnak, és Nátánael a galilai Kánából, és a Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez, az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mint egy 200 könyöknyire. És kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta neki. Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadta halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Imádkozzunk. Köszönöm, Uram, ezt a történetet, és köszönöm azt, hogy te nem felejtetted el tanítványaidat, nem felejtetted el Pétert, és köszönöm azt, hogy van szavad most hozzánk. Vágyom arra, hogy te nyisd meg az ígédet, és szívből szívbe szóljon a te ígéd. Amen. Szeretném elmondani, hogy ez már a harmadik alkalom, hogy Jézus Krisztus megjelenik a tanítványoknak a feltámadt názáreti. Az első alkalom húsvét vasárnap volt, be vannak zárkózva, és amikor megáll közöttük, akkor teljesen ledöbbennek a tanítványok. Azután a második alkalom 8 nappal később Tamás miatt jelenik meg közöttük, ez még mindig Jeruzsálemben van, és mondja Tamásnak, hogy add a kezed és ragd a sebeimre a te kezedet, és Tamásnak kellett ez a találkozó. És a tanítványok hallgatva az angyal szavára, amit az asszonyokon keresztül üzent az angyal,
Visszamentek a Genezáreti tóhoz a hazájukba, és ez a történet, amit felolvastam, ezen a vidéken történik a Genezáreti tónál. Ha úgy is olvassuk a Bibliába, hogy ez a Tiberiás tengernél, hát ezt a tengert úgy is hívták, hogy a Genezáreti tó. És most azt szeretném megnézni, hogy Jézus Krisztussal együtt milyen nagy áldásokat élhetünk meg, és a tanítványok is milyen sok áldást kaptak ebből a találkozásból. Péter ott ülhet a barátaival, a tanítványokkal, a 6 tanítványjal, és akkor egyszer csak felcsattan, hogy na jó volt, szép volt, jó volt ez a Jézus dolog. Együtt jártunk 3 éven keresztül, most már láttuk feltámadni is, de már kell ennünk is, van feleségem is, és igenis, hogy most már el kell menni halászni. Erre a 6 tanítvány is rááll, jó, akkor menjünk el halászni. Látom azt, hogy a Péterben gyakorlatilag ott volt egy rendezetlenség még mindig nem rendezte el Jézus Krisztussal az ő tagadását, úgyhogy benne van a tüske. Találkozott Jézussal, de még tüske ott van az életében. Azután azt is látom, hogy már túl akar lépni, most már új célokat akar keresni, és azt látta, hogy na jó van, akkor vége lett ennek a Jézus történetnek, akkor menjünk vissza minden napokhoz. Akkor menjünk vissza a halászhálóhoz, én ahhoz értek, és akkor el kell tartani a gyerekeket. Nagyon-nagyon sok esetben tapasztalom én is, hogy az emberek megtérnek, újjászületnek, buzognak Jézusért, és tüzes a szívük, azután eltelik egy idő, és akkor szépen így visszahullanak, így, mint hogyha takaréklángra kerülne a hitük. De Jézus nem azt akarja, hogy takaréklángon szeresd őt. Ő azt akarja, hogy újból áttüzesítsen ő az ő lelkével. És azt is látjuk ebből a történetben, hogy ha Péter élete rendezetlen, másokra is hatással van. Hatással van a barátaira, arra a 6 tanítványra. Hát akkor mi is elmegyünk veled. Vigyázni kell arra, hogy mi is hatással vagyunk az emberekre. Vigyázni kell, hogy amikor én beszélek Istenről, vagy beszélek az életemről, vagy bizonyos fontos dolgokról, az nem légüres térbe hangzik el, hanem igenis hatással vagyok rád, hatással vagyok a családomra, hatással vagyok a barátaimra, hatással vagyok a gyülekezetre. De te is, amikor elmondod az Istenről a véleményedet, figyeld meg, hogy a gyerekeid néznek téged, odafigyelnek, és hogyha ez az Isten felé vonzza őt, akkor jó hatással vagy rájuk. Hogyha meg az Istenről kritikákat és rossz dolgokat mondasz, akkor elvonod a családodat, a barátaidat az Istentől. Nagy felelősség úgy élni, hogy hatással vagyunk a másik emberre, a csoportokra, és igenis, hogy fontos odafigyelni, hogy milyen hatással vagyunk a környezetünkben lévő emberekre. Azután elmennek halászni, kivonják egész éjszaka a hálót, és szűrik a vizet. Kidobják, visszahúzzák, kidobják, és nem fognak semmit. Mondhatnánk azt, hogy az angyal, hát ő elküldi őket erre a vidékre, visszaküldi, és majd azt mondta, hogy majd fog vele Jézus találkozni a tanítványokkal. És ezzel szemben ők elmennek, és félreértik az angyalt, félreértik Istent, és a félreértésüknek a következménye az eredménytelen munka. Amikor eredménytelenül tesszük a minden napjainkat, minden napunk ugyanolyan, kicsit olyan, mint a könyves Kelemenék példája, hogy építik a falat, meg és akkor a köveket rakják egymásra, de amit felépítenek, az másnap az leomlik. Hogy kicsit ilyen az
áldás nélküli hívő ember élete is, hogy próbálunk tenni az Istenért, próbáljuk elmondani a hitünket, de mint a falra hány borsó. Vagy Istenért teszünk dolgokat, hogy akár a tevékenyen, de minthogyha semmi értelme nem lenne. Milyen más, amikor az Isten jelenléte ott van a szolgálatodban? Vagy milyen más az, amikor a mindennapjaidban ott van az Isten, és közelednek a családtagjaid az Istenhez? Nem, de áldás nélkül azt láthatod, hogy nem, hogy közelednének, hanem távolodnak a családtagjaid az Istentől. Úgyhogy ez egy fontos dolog, hogy te félreértetted az Istent, mert hogyha félreértetted, akkor látod azt, hogy egyre távolabb kerül mindenki tőle. Ha meg jól értetted, akkor egyre közelebb kerül a te életed és a környezetedben lévő emberek élete is Istenhez. Azután nem fognak semmit egész éjszaka, és ez kicsit olyan ez, hogy nem, hogy szűrik a vizet, és nem fognak semmi halat, ez meglepő. Ez egy jel arra nézve, hogy amivel az Isten olyan kedvesen mutatja, hogy nem itt van a helyetek. Volt már az életedben úgy, hogy elmentél egy olyan helyre, akár kocsmába, akár olyan helyre, ami elvette a békességedet, és olyan baráti körbe keveredtél, hogy érezted, hogyha ez tovább mész, akkor nagyon rossz következménye lesz ennek az életnek. A tetteinknek vannak következményei, és akkor vannak ilyen jelzések az életedben és az én életemben, hogy biztos, hogy jó úton haladok? Biztos, hogy ez az Isten akarata? És ez a tanítványok életében ez a vízszűrés, ez azt mutatta, hogy ez nem biztos, hogy az Isten azt akarja, hogy visszamenjünk oda, ahonnan az Isten elhívott. Azután a következő nagyon fontos, hogy megáll egy idegen ott a parton, és odaszól, hogy adjatok egy kis halat. Erre megmondják, hogy nem fogtunk semmit. És akkor mondják, akkor vessétek ki a hálót. Jézus Krisztus szava az teljesen logikátlan, mert hát tudjuk azt, hogy a genezáreti tavon éjszaka, hajnalba haláztak. Nappal, már amikor fel kell a nap, akkor már nem halásznak az emberek, mert nem fognak semmit sem. Úgyhogy ez egy nagyon fontos igazság, hogy Jézus, amikor szól hozzájuk, akkor minden logikát nélkülöz, amit mond nekik. Van úgy, hogy az Isten mond neked valamit, és akkor teljesen logikátlannak tűnik. De ha ezt az Isten mondja, akkor ezt érdemes megtenni. Mint amikor elhívott engem az Isten, megszólított, és ott hagytam mindent, ami addig fölépített a temő a Szegeden. Ez is olyan logikátlannak tűnt. De jó az Isten szavára, Jézus Krisztus szavára építeni az életünket. Aztán, ha Jézusra hallgatunk, akkor jön az áldás. Látjuk azt, hogy 153 hal benne van a hálóban, hogy áldás lesz. Annak jó következményei lesznek, hogyha Istenre hallgatsz, akkor abból kiteljesedés lesz, az Isten felé való fordulás lesz, abból jó dolgok lesznek. Van úgy, hogy az elején nehéz, van úgy, hogy az elején úgy tűnik, mintha ez nem az Istentől való, ez logikátlan, de hogyha az Úr mondta, akkor rá lehet építened az életedet az ő szavára. És az Jézus Krisztus szava jel, hogy amikor beszélsz hozzá, akkor ő válaszol, és hogyha amikor megérint, mint Jézus megérintette a szívüket, és kivetik a hálót, akkor meg egyszerűen azt látom ebből a történetből, hogy mivel logikátlan, ezzel megmutatkozott, de Isten csodát tett. És ez egy fontos dolog, hogy amikor az Isten jelez valamit, az nem szokványos dolog.
szokták mondani gúnyosan, hogy hát a születés az lehetetlen. Hát ezért jel, mert lehetetlen. Ha minden nap megtörténne, akkor az nem lenne jel. És a tanítványoknak ez a 153 halfogás, ez is egy lehetetlen halfogás volt. Jézus Krisztus tanít, mármint hogy szolgálata elején is történt egy ilyen, és most is történt egy ilyen, kétszer történt összesen. De ezért csoda, és ezért jel, mert nem szokványos, és így felismerték Jézust. És Jézus Krisztus szavára hit ébred. Hit ébredt a tanítványokba. Hogy amikor megtapasztalják, hogy hallgatnak rá Jézusra, és megtörténik a halfogás, akkor hit ébred, és akkor azt mondja János, a szeretett tanítvány Péternek, na ez Jézus. Erre Péter, amikor megtudja, mert messzire voltak, annyira nem messzire voltak, hogy nem látták Jézust, de úgy teljesen, de annyira pedig közel voltak, hogy hallották Jézust. Meghallja Péter, akkor beleveti magát a vízbe, mert miért? Mert ő neki még van rendezetlen dolga. Ő neki egy ilyen szangvinikus habitusa van, hogy megy Jézushoz, de ez a rendezetlenség is viszi őt. Hogyha van rendezetlen dolgod Istennel, akkor menj oda, akkor mint Péter ugorja a vízbe, és rohanjál hozzá. Ne teljenek el napok, hetek, órák, évek úgy, hogy rendezetlen a kapcsolatod Jézussal. És végül arról szeretnék beszélni, hogy Jézussal együtt ülnek és sütögetik a halat. Ez egy érdekes kép. Ott együtt sütik, és amikor odaérnek, már ott van hal Jézusnál. Pedig kért Jézus, és mégis van hala. Ez mit mutat? Ez azt jelenti, hogy elsősorban Jézusnak nincs szüksége a mi munkánkra, hanem nekünk van szükségünk, hogy szolgáljunk neki. Ez egy fontos igazság. Második nagyon fontos igazság, hogy azért is eszik Jézus halat, hogy megmutassa a tanítványoknak, hogy ő nem egy jelenés, ő nem egy szellem, hanem ő tényleg egy igazi feltámadt úr. És a harmadik megkérdezi Pétertől Jézus, hogy jobban szeretsz-e engem, mint ezek. Jobban szeretsz engem, Péter, mint a halakat? Jobban szeretsz engem, mint a munkádat? Jobban szeretsz engem, mint a többi tanítvány? Ez egy fontos igazság. Te jobban szereted el Jézust, mint a munkádat? Mint az áldást, amit ad az Isten? Vagy mint a körülötted lévő embereket? Mert ha igen, akkor tudod követni őt. És hogyha Jézust szereted a legjobban, akkor helyre kerül minden, és jobban fogod szeretni a környezetedben lévő embereket, és a munkát is, amit végzel, az egy hasznos munka lesz. Szeretnék azért imádkozni, hogy megláthassuk ebből a történetből, mit mond nekünk az Isten. Arról beszéltem, hogy nem felejtette el a tanítványokat, és amikor rossz fele, indulnak a tanítványok, akkor utána nyúl Jézus, és megjelenik nekik, és rendezi velük a kapcsolatukat. Lehet, hogy ez az alkalom azért kellett, hogy elmondja neked, hogy nem felejtettelek el, és rendezd velem a kapcsolatodat. És jobban szeretsz engem, mint az áldást, amit kaptál az életedbe. Akár gyerekeket, akár anyagi áldást. Jobban szeretsz engem, mint a munkádat. És jobban szeretsz engem, mint a körülötted élőket. Mert ha igen, akkor minden a helyére kerül az életedbe. Imádkozzunk. Uram, én nagyon hálás vagyok, hogy szóltál hozzám és rajtam keresztül. Add kérlek, hogy megláthassuk, hogy mennyire szeretted Pétert és a tanítványokat, hogy nem hagytad elveszni. És köszönöm azt, hogy most ezt a kérdést adtad a szívünkre, hogy jobban szeretünk-e téged, mint bármi mást. Add kérlek, hogy higgyünk benned, és téged szeressünk a legjobban. Amen. Az Úr közel. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
az enyém vagy. Izaiás prófétának ezekkel a bátorító szavaival köszöntök mindenkit, még mindig húsvéti szentmisénken, hiszen a húsvéti időben vagyunk, még egészen pünkösdig, és köszöntöm a mai napon elsőként az édesanyákat, hiszen ma anyák napja is van. Arról szól majd a mai evangélium, hogy Isten a nevünkön szólít bennünket. Hogy egy mindig boldogabb és teljesebb életre hív minket. Hogy áldássá lehessünk ilyen módon egymás számára is. A kérdés csak az, hogy vajon föl tudunk-e figyelni a világ zajában az ő szólító szavára. Kérjük ma együtt a Jóistent, hogy egyre inkább halló emberekké tudjunk lenni, és hogy meghallhassuk az ő eleven, és úgy mondanám, elevenítő szavát. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így szólt Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be, a juhok aklába, hanem máshol, az tolva és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak a szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Mind kivezette őket, és előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta. Bizony-bizony, mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül. Ki és bejár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, vannak emberek, sőt, valljuk meg, vagyunk úgy életünk rosszabb pillanataiban, olykor mi magunk is, hogy szinte az élet mottójává válik, ott, ahol én vagyok, ott van a világ közepe. Valljuk meg, időről időre még imponáló is lehet az, hogy némelyek mekkora energiával és önbizalommal bírnak. És hogy a saját érdekeiket hogyan tudják mindig úgy egy kicsit az előtérbe helyezni. Ez még imponáló is lehet akár. Az ilyeneknek gyakran még igazi vezetői karizmáik is lehetnek az ilyen embereknek. És még az is lehet, hogy még a terheléseket is jól bírják. Asszertivitás, szoktuk szívesen használni ezt a szót is. Persze az asszertivitás területén is lehet túlzásokba esni, az önérvényesítés vonatkozásában. Nagyon sok helyen van szükség a társadalomban
a politikai és a gazdasági életben a vezetésnek erre a képességére. A jó értelemben vett érvényesítő erőre. És az egyházban is szükség van az olyan tehetséges emberekre, az olyan valóban tehetséges emberekre, akik képesek határozottan és bátran rámutatni a lehetséges új utakra, és egy jó példával elől járjanak, vagy előttünk járjanak. Szükségünk van a jó vezetőkre. Kiváló példa erre, a jó vezetőnek egyik kiváló példája az én számomra legalábbis, egy Jacques Gaillot nevű francia püspök is, többek között, aki egyszer úgy mondta, azt mondta, hogy az az egyház, amelyik nem szolgál, az nem jó semmire. Igazat adok neki. A franciaországi Évről püspökeként ő ebben a szellemben dolgozott, és ő maga is 13 éven keresztül mondhatni nagy elszántsággal, és bizony egy olyannyira kényelmetlen személyiségé is vált odahaza az ő országában, Franciaországban, hogy a francia állammal és a Vatikánnal is való konfliktusai végül oda vezettek, hogy II. János Pál pápa fölmentett őt a hivatalából. Más kérdés, hogy az idő azóta sok vonatkozásban őt igazolta. Jacques Gaillot példája is jól mutatja, hogy aki egy vezetői pozícióban világosan beszél és világosan fogalmaz, és egyszer s mint kiáll a társadalom kisemmizetjei mellett, az még rosszul is járhat. És ez nem csak az egyházban van így. Hitem szerint nem az egyházban van elsőként így. Valójában a mai Jézusról szóló jó pásztor történet, amit az imént az evangéliumból felolvastam, nem mondható el erről a történetről, erről a szentírási textusról az, hogy egy olyan pásztori idill, mint amilyen a betlehemi jászolnak, a betlehemi barlangnak a története, ahogy azt ábrázolni szoktuk, és hogy el szoktuk készíteni karácsony tájékán. Ez nem egy pásztori idill. Jó pásztornak lenni, jó vezetőnek lenni sokkal komolyabb dolog. Mire gondolok? A nyáját legeltető és a nyáját összetartó pásztornak a szimbóluma, tudjuk, hogy egyházi hivatalviselőknek a legfontosabb jelképévé vált. Mondjuk is azt a püspökökre, magára a pápára is, használjuk ezt a szót, hogy főpásztor. És a lelkipásztori munkát úgy is szoktuk mondani, hogy pasztorális munka. Másképpen mondhatnánk úgy is, hogy pásztori munka. Ugyanis a pásztor szóban egy nagyon gazdag szimbolika rejtőzik. Mert benne van az, hogy a pásztor, és itt most már a mindenkori vezetőket is értem alatta, az jó esetben együtt jár és él az övéivel, a rábízottakkal. Hogy egy jó pásztor, egy jó vezető, az nem lehet külön utas. Nem lehet csak a saját szerencséjének a kovácsa. És benne van az is ebben a szóban, hogy kíséri, mint a pásztor anyáját, kíséri mindazokat, akik rá vannak bízva, hogy elől jár, innen az elöljáró szavunk. És hogy igyekszik összetartani, mi úgy mondjuk, az Istennek a népét, az ő népét, az övéit. És hogy némelyikor
el is megy egy elveszett, vagy az elveszett után. Ma egy olyan helyzetben élünk, most a járvány idején, amikor mindenki, így mondanám, mindenki pásztorává lett. És jó magam, büszke vagyok arra, hogy olyan rendelkezéseket sikerült végrehozni ebben az országban, hogy a járványnak a mutatói nálunk jobbak, mint adott esetben ott, abban az országban, azokban az országokban, ahol csak legyintettek. És az is jó érzéssel tölt el, hogy végre szinte az országunk minden szegmensében érzékelni lehet azt, legyünk büszkék erre, hogy az emberek nagy részt megértették azt, helyi és nem helyi vezetők is, úgymond, egyszerű és pozicionált állampolgárok egyaránt megértették azt, hogy eredményeket csak együtt érhetünk el ebben a helyzetben is. Hogy még az Isten áldása se száll csak úgy magától egy közösségre, egy nemzetre főképpen nem. Ha vannak eredményeink, tudnunk kell, hogy az nem azért van, mert nekünk erősebb az immunrendszerünk, hanem azért, mert képesek vagyunk egymás pásztoraiként is gondolni egymásra. És ez egy óriási dolog. Ez egy embernek való dolog. Ez egy tiszteletre méltó dolog. Nem mondom ki a skandináv országnak a nevét. A lakosság száma körülbelül ugyanannyi, mint a mi országunk lakosság száma. Nem vették komolyan a pásztor szerepüket. Biztos megvoltak ennek az okai, társadalom lélektani okai, nem tisztem ezt elemezni. De mégiscsak az a helyzet ott, hogy 2300 fölött van az elhunytaknak a száma. A lakosság szám ugyanannyi, mint nálunk. Ilyenkor, ilyeneket látva, egyszerűen minden bajunkkal, hibánkkal együtt is, mert az is van nekünk. Azért azt kimondhatjuk, hogy most jó magyarnak lenni ebben a vonatkozásban mindenképpen. De visszatérek az evangéliumhoz, a jó pásztor történethez. Az Ószövetségnek a hite az, hogy maga az Isten a jó, a legfőbb pásztor, aki hűségesen és gondoskodóan törődik az ő népével. És igazából ezt az ószövetségi képet használta föl a János evangélium is, amit ma idéztem, de már Jézusra vonatkoztatva. És mindannyiunk számára jól érezhető, hogy mennyire gazdag tartalmú, jelentéstartalmú ez a pásztorkép. És hogy egyszer s mind mennyire magasra van állítva mindezek miatt a mérce, ha eredetileg az Isten a jó pásztor, akihez minden más pásztorságot mérni kell. A Biblia igen nagy súlyt fektet a kifejezésben lévő jó jelzőre. Mert a jó pásztorok mellett vannak, lehetnek olyanok is, természetesen, akiknek mindig jobban számítanak a saját érdekek, mint azoknak az érdekei, akikért pedig felelősséggel tartoznának. Az, aki mindenekelőtt saját magát legelteti, és elsőként a saját érdekeit tekinti, az pontosan ennek a pásztor ideálnak nem felel meg. Mi keresztények azt mondjuk, hogy úgy hisszük, hogy Jézusnál hatásosabban megmutatni azt, hogy mit is jelent, hogy valaki jó pásztor, azt nem nagyon lehet.
ő nekünk a mi örök pedagógusunk, pedagógusunk. És mondjam ki, jó példát adott. Jó minta volt. Mert érthető többek között. De nem csak, hogy jó példát adott, nem csak jó minta volt, ma is az, és hitem szerint az is marad. Úgy olvassuk róla, tudnélik, hogy odaadta még az életét is. Hogy, amint megint csak az evangélium írja, életük legyen, és bőségben legyen. Nagyon jó a Biblia realitás érzéke abban, hogy találóan, azután könnyen és érthető módon különbséget tesz a jó és a rossz pásztorok között. Mi a megkülönböztető jegy a Biblia szerint a kettő között? A megkülönböztető jegy a hitelesség, a valódi gondoskodás, és nem csak a látszat gondoskodás, és a rábízottak javáért való önzetlen tevékenység, ami a mi emberi méltóságunknak az alapja. És ahogy mondtam, mi magyarok most azért kicsit megveregethetjük a vállainkat, úgy érzem, itt ebben a városban is, ebben a kicsike kis országban, mert ha vannak is negatív kivételek. Én úgy látom, a polgárok megértették, hogy vigyázniuk. Nem csak, hogy kell, hanem, hogy szabad egymásra. Az eredmények nem véletlenek. Az eredmények soha se véletlenek. Vagy csak nagyon ritkán. Kedves testvérek, a pásztor motivum szerepel, tehát a mai evangéliumban. A pásztor motivum tehát még az aktuális politikum világához is közel áll. Fontos lenne, hogy ránk keresztényekre soha ne egy rossz értelemben vett nyáj szellem legyen jellemző, és ha ügyelnénk annak a jó pásztornak a szavára, ha ügyelni tudnánk mindig annak a jó pásztornak a szavára, aki a mi mintánk és példánk, a felebaráti szeretet gyakorlásának a vonatkozásában többek között, és ha hallgatnánk arra, ha hallgatni tudnánk arra Jézusra, aki szolidaritásra, igazságosságra és felebaráti szeretetre tanított, tanít és fog is bennünket tanítani. Amen. Erős vár a mi Istenünk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Újjong Istennek egész föld. Zengjétek dicső nevét. Magasztaljátok nagy dicsőségét. Az Úr életben tartott bennünket, és nem engedte, hogy meginogjunk. Istenünk, te megpróbáltál minket, megtisztítottál, mint tűz az ezüstöt. Csapdába ejtettél, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél és felüdültünk. Áldjátok népek a mi Istenünket, fennen hirdessétek dicsőségét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Újjong Istennek egész föld! Zengjétek dicső nevét! Magasztaljátok nagy dicsőségét! Úr Jézus Krisztus, aki jó pásztorként keresed meg elveszett juhaidat, Uram, irgalmazz! Úr Jézus Krisztus, aki szétszóródott nyájadat újongó örömben egyesíted, Krisztus, kegyelmez! Úr Jézus Krisztus, aki a földi szenvedések után az örök élet forrásához vezeted juhaidat, Uram,
irgalmaz. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, Te mindig megtartottad, és ma is megtartod ígéreteidet. Kérünk, teremtsd meg bennünk is a hozzád tartozás örömét és reménységét, Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a vasárnap evangéliumát, amint megírva találjuk a János írása szerinti evangéliumban a 16. fejezet 16. versétől a következőképpen. Jézus így szólt: egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül némelyek ezt kérdezték egymástól: mi az, amit mond nekünk, egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez, mert én elmegyek az Atyához. Ezt kérdezgették: mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Ez a vasárnap evangéliuma. A húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnap az örvendezés vasárnapja evangélikus egyházunkban. Évszázadok óta ezen a vasárnapon a bevezető zsoltár így kezdődik, ahogy hallottuk is: újjong Istennek egész föld. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy felszólításra nem tudunk örülni. Meg lehet játszani az érzelmeket, mesterkélt örömöt lehet mutatni, mímelni, de előbb-utóbb minden érzelemről kiderül, hogy valódi vagy sem. És ugyanakkor az is biztos, hogy minden érzelmünknek, bánatnak is, örömnek is van valami oka a szív, a lélek mélyén. Meg lehet játszani, mintha, de valójában az öröm csak akkor igazi, hogyha belülről fakad, tehát oka van az örömnek. Ezek után teljesen jogosan merül fel a kérdés, hogy minek is örüljünk. Ha már egyszer parancsra nem lehet örülni, nagyon hamisan hangzana az a biztatás az egyházban is, hogy itt az ideje, hogy örüljünk, csak azért, hogy örüljünk. Ez így nem működött, és soha nem is működik. Minek örüljünk hát? Mi emberek az öröm okát és forrását többnyire magunkon kívül keressük. Mitől reméljük az örömünket? Majd jövőre jobb lesz. Mondták, s mondják olyan sokan. Majd, ha megváltozik körülöttem minden, megváltoznak a körülmények, jobb lesz a főnököm,
Jobbak lesznek a munkatársaim, jobbak lesznek a családtagjaim, minden és mindenki jobb lesz körülöttem, na majd akkor örülni tudok. A környezet és a körülmények gyakran épp nem az örömre adnak okot, hiszen például a mostani járványhelyzet is egy olyan bizonytalanságot okoz mindannyiunk életében, ott egészen mélyen a lényünk mélyén, amely mindenre ad okot, csak éppen az örömre nem. Vagy minek örüljünk még? Annak, hogy fejlődik a világ? Annak, hogy amit fejlődésnek mondanak a tudomány és a technika, egyértelműen megoldja majd az alapvető gondokat, problémákat? Miközben azt látjuk, hogy gyakran, amit fejlődésnek neveznek, inkább visszafejlődésnek tűnik, mert nem közelebb hozza az embereket egymáshoz, még a virtuális technika sem, hanem nagyon gyakran az eltávolodás, az elidegenedés forrása és eszköze lesz. Ahogyan haladunk az időben, haladunk saját életünk útján, de a teremtett világ jelenlegi formájának, létformájának az idejében is, kevés okot találunk az örömre. Alapvető javulásban reménykedünk talán, az ember józan belátásában, a környezetvédelem terén, az emberek közötti kapcsolatok javulása terén, és mégis hiába ész erő és oly szent akarat, ritkán és kevés eredményt érünk el. Minek örüljünk hát? Amit az előbb elmondtam, látszólag pesszimista gondolatok, pedig nem, sokkal inkább realizmus. Azért mondom ezt, mert gyakran azt mondják a keresztény emberekről, hogy idealista emberek, álmokat, ideákat kergetnek, pedig a valóság az, hogy mi keresztények a világ leginkább realistább emberei lehetünk. Miért? Azért, mert nem kell álmokat kergetni, nem kell álmokba menekülni, hanem a valósággal számolhatunk. Azzal is, ami nehéz és fáj, de azzal is, ami viszont valóban örömre ad okot, reménységre ad okot, a tovább lépés bátorságára ad okot. A keresztény öröm forrásához vezető út első lépése az, hogy állapotunkat és lehetőségeinket helyesen, valósághűen, tehát reálisan mérjük föl. Az egészségügyben is ahhoz, hogy a terápia helyes legyen, mindenek előtt a helyes diagnózist szükséges fölállítani. A helyes diagnózisból aztán fakadhat a helyes terápia, mely a gyógyuláshoz vezethet. Ne azt reméljük, ne abban reménykedjünk, amiben bizonyosan csalódni fogunk, hanem azt reméljük, és főként abban reménykedjünk, amiben, akiben biztosan nem csalódunk. Változásra, javulásra nem elsősorban a külső körülményektől várjuk a segítséget, nem arra várunk, hogy az emberek változzanak és a körülmények változzanak, mert ha erre várunk, hamis reménység útján haladunk és bizonyosan csalódni fogunk. A változás mindig belül kezdődik. Belül a mi életünkben, és nem mi hajtjuk végre, különféle jól kitaposott lelki, pszichikai technikák útján, hanem ezt a változást egyedül az Úristen képes megteremteni bennünk. Az igazi változás forrása tehát nem kívül, hanem belül, bennünk van. A keresztény ember öröme nem csak abban teljesedik ki, hogy megszűnik majd egyszer a fájdalom, megszűnik majd egyszer a sóhajtás, de sokszor hallottuk azt, hogy mi keresztények mindig csak a jövőre szegezzük tekintetünket, valahogy túlélni próbáljuk itt a földi élet sanyarú évtizedeit, pedig szó sincs erről, a földi élet is ajándék.
élhetjük az életet Isten ajándékaival. De az biztos, hogy hisszük, valljuk és tapasztaljuk, hogy nem sodródik az életünk, hanem Isten kezében vagyunk. Sok nehézség vesz minket is körül. Mi magunk is ugyanúgy élünk keresztényként ebben a világban, mint bárki más, és soha nem tett ígéretet arra Isten és Krisztus sem, hogy mindig minden gördülékenyen, olajozottan megy az ő gyermekeinek az életében. Nekünk olyan Urunk van, aki ismeri szívünket, ismeri értelmünk esendőségét, ismeri azt, hogy kik vagyunk valójában. Bűnös emberek vagyunk. A bűnnek természetesen abban az értelmében, hogy nem tudunk benne bízni. Nincs rá képességünk, hogy bár szeretnénk ráhallgatni, benne bízni, a belső érzések, az öröm is, a fájdalom is, és a bizalom is nincsenek a mi hatalmunkban. Forrás nélkül nem megy. És ez az igazi diagnózis az emberről, íme az ember. És ez az ismeret, tudnulik, hogy Isten így ismer minket, nem félelmet kelt bennünk, hanem félelmet oszlat bennünk. Isten ugyanis irgalmas szeretettel van irántunk. Olyannyira, hogy Krisztust elküldte ide a földre, hogy élete vére árán békességet teremtsen a mi szívünkben is. Hogy végre ne féljünk tőle, hanem bátran bízhassunk ő benne. A keresztény ember örömének a forrásához az is hozzátartozik mindezek mellett, hogy mi tudjuk, hogy hová készülünk. Ebben a tekintetben is teljes mértékig realisták vagyunk. Tudjuk, hogy hová tart az életünk. Nem a semmibe, nem a megsemmisülésbe, hanem az, amit halálnak neveznek, egy szükséges lépcső ahhoz, hogy az újjáteremtés majd elkezdődhessen. Erről is beszél Jézus, amikor a szülőasszony jól ismert példáját hozza elénk, amikor gyermek születik a világra, fájdalom árán születik. De enélkül nincs új élet. Tudjuk, hogy hová tart az életünk, és így, bár szemeink elől változatlanul el van rejtve Urunk hatalma és dicsősége oly gyakran, és ezt az egyház oly gyakran megélhető, megtapasztalható gyengeségeiben is nap mint nap tapasztaljuk, de mégis tudjuk, hogy majd egyszer boldog bizonyossággá válik jelenléte, bocsánata, újjáteremtő irgalma és távlatot nyitó szeretete. És ez a majd egyszer nem csak majd odaát, hanem akár már most is, akár ma is, hiszen ő megígérte, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. Minden napjaink során sem mindegy, hogy milyen eseményre várunk a közeljövőben. Ha valami örömteli alkalom elé nézünk, akkor biztos, hogy örömmel készülünk rá, és az addig tartó utat, időt is a várva várt esemény öröme, izgalma csinosítja, fényesíti, teszi szebbé. Ugyanakkor, ha valami biztosan tudott nehéz eseményre várunk, hogy csak egy egészen egyszerű példát mondjak, akár csak egy fájó és nehéz fogorvosi kezelésre, amelyre időpontunk van, az odáig tartó idő sokkal nehezebben félelmek között telik. Nem mindegy tehát, hogy mifelé haladunk, mire várunk, vagy mitől félünk. Mi keresztény emberek, a világ legrealistább embereiként tudjuk, hogy hová tartunk. És éppen ezért nem rettegett a mi célunk, hanem várva várt, mert tudjuk, hogy mi és ki vár ránk. És ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden nehézség megszűnik az életünkben. De jelenti azt, hogy a nehézségek és fájdalmak bár nem tűnnek el, de hordozhatóvá lesznek. És ebből fakad a keresztény ember igazi hálaadása,
Nem azért, mert muszáj, nem azért, mert illik, hanem azért, mert belülről fakad. És a forrás pedig annak hite és megtapasztalása, hogy Isten velünk van. Minden egyes új megszületéséhez fájdalmas út vezet, de ezen az úton nem vagyunk egyedül. És ugyanakkor a cél bizonyossága már itt és most erőt ad. Egészen röviden összefoglalva tehát, mi nem csak úgy nézünk a jövőbe, hogy az örök világosság majd oda átfényeskedik, hanem hisszük és tapasztaljuk, hogy az örök világosság, Krisztus már itt, már ide át, már földi életünkben is világít. Világít szívben, lélekben, értelemben, és megteremti a keresztény öröm igazi forrását. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, te a veled való közösség újongó örömét ajándékozod népednek, szent fiad bátorításával könyörgünk most hozzád. Kísérje áldásod gyülekezetünket, add, hogy megerősödjünk a hitben, a veled és az egymással való közösségben. Ne vonj meg tőlünk szent igédet, hanem tápláld vele és növeld általa hitünket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Adj békességet nyugtalan szívünknek. Vigasztald meg lelkünket, téríts vissza minket a veled való közösségbe, amelyre teremtettél bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk mindazokért, akik szomorkodnak, akik betegek, megfáradtak, és akiket aggodalom gyötör. Kérünk, adj nekik vigasztalást, új erőt, jó reménységet és gyógyulást. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk az érettségi vizsgára készülő fiatalokért. Segíts meg őket, hogy sikerrel adjanak számot tudásukról. Áld meg őket, hogy életük útját becsülettel, tiszta szívvel, benned bízva járják. Mindenkor a te szereteted vezesse őket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk a világért. Ébressz felelősség tudatot azokban, akiknek hatalmat adtál. Fogd le a rosszat akarók kezét, és erősítsd meg a békesség gyermekeit az egész földön. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Hallgass meg minket, Urunk, add, hogy földi életünkben megváltunk húsvéti győzelmének áldásával éljünk, egykor pedig részesüljünk örök békességedben, szent fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, akinek nevében, tanítása szerint még így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek. Amen. Erős vár a mi Istenünk. Thank you.